Átadták a megújult nyugati városrészi óvoda Mezőszél utcai központját. Uniós projekt keretében történt a felújítás. Nyertes pályázat, TAU pénz és sok munka. Elkészült a PVSK műfüves pályája. Kiesett a PVSK Mecsekfűszért, a Szeged és a Vasasa tovább jutó a vízilabda magyar kupában. Köszöntöm nézőinket, önök a Pécs TV híradóját látják, október 7-én kedden tartsanak velünk. Átadták a megújult nyugati városrészi óvoda Mezőszél utcai központját. Nyílászárók cseréje és energetikai megújulás történt több mint 100 millió forint értékben uniós forrásból. A megszépült korszerűvé vált óvoda és bölcsöde a nevelőmunka szempontjából is jelentős, mondja a nyugati városrészi óvoda vezetője. Én azt gondolom, hogy a nevelőmunkához is jelentősen hozzájárul az, hogyha normálisan tudunk szellőztetni és a hőcserét tudjuk, mert hát hiszen ez egy kis gyermekintézmény, ahol azért a járványok hamar előfordulhatnak, ebből következik, hogy a normális szellőztetésről gondoskodni kell, a levegőcseréről, és azért az nem mindegy, hogy csak két ablakot lehet kinyitni, vagy az összeset. Sok gyermek által látogatott, frekventált óvodáról van szó, mely a város egyik központi helyén fekszik. Azonban az előregedett épületben tönkrementek a nyílászárók. Ajtók, ablakok cseréjét, a tetőszerkezet szigetelését kellett megoldani. Ez azt jelenti, hogy az óvoda teljes energetikai rendszerét kellett felújítani. Ez több mint 102 millió forintos beruházásból valósult meg, melyet uniós forrásból fedezett a város, mondja a polgármester. Ennek keretében a falakat szigetelő burkolatokkal látták el, itt dolgozók a tetőt megerősítették, illetve szintén szigetelték, az összes nyílászárót kicserélték, ez mögöttem talán jól is látszik a képeken, illetve a teljes fűtési rendszer is megújult. Tehát energetikai szempontból ez egy teljesen korszerű, modern óvodává és bölcsödévé vált, hiszen mind a két funkciót betölti. Az intézmény energetikai rendszere a korábbi legrosszabb F minősítésből a legjobb A kategóriás minősítésbe került. A felújítás költségmegtakarítást is jelent a jövőben. Használt holland, de újszerű, jó minőségű, kis fogyasztású, környezetbarát, közepes méretű buszokat szerzett be a Tükebusz ZRT, hogy erősíteni tudja a belvároson áthaladó vonalat. A 44-es, mint az Pávas Zsolt polgármester a kedreggeli sajtótájékoztatón elmondta, már nem a vásárcsarnokig, hanem a főpályaudvarig közlekedik, és hétvégén is jár. Pávas Zsolt Sztojkovics Éva önkormányzati képviselővel együtt a Múzeum utca megállónál beszélt mindenről. A polgármester egyúttal leleplezte a Zsolnai gyárban készült, a 60-as évek mintájára megalkotott eozimberakásos szemafor alakú megállótáblát is. A buszcsere programban egyébként a városvezetés külön figyelmet fordít arra, hogy a belváros közösségi közlekedése még kényelmesebb és gyorsabb legyen, de ez ne zavarja az itt élőket és ne tegyen kárt ezekben a több száz éves utcákban. Megváltozott munkaképességűeket alkalmaz a pécsi önkormányzat. Pécs is csatlakozott ahhoz az országos programhoz, ahol segítik a nehéz helyzetben élőket. Két munkavállalót alkalmaz a város a kezdeményezés keretei között. A program december elején zárul. Az imént látott témában mai vendégünk Csizi Péter alpolgármester, aki szeretettel köszöntök a Pont Ma stúdiójában. Beszélgessünk a megváltozott munkaképességű emberekről. Ugye két embernek volt lehetősége csatlakozni ehhez a programhoz. Hogyan kerültek ők beválogatásra? Mi az ő feladatuk? Hogyan segít az önkormányzat őket? Magyar kormány megkereste a nagyvárosokat, megyei jogovárosokat egy évvel ezelőtt, körülbelül ilyenkor, aminek eredményeként decemberben megállapodást is kötöttünk, hogy egy évre, tehát idén decemberig vállaljuk, hogy két újabb megváltozott munkaképességűnek adunk munkát. Mi örömmel jöttünk, hiszen hogyha csak a tavalyi évet, a 2013-as évet vesszük alapul, abban az évben 8 megváltozott munkaképességű kapott munkalehetőséget a szűkenvett városházán, a szűkenvett városi munkáknak köszönhetően. Úgyhogy úgy gondoltuk, hogy ehhez a programhoz tudunk is csatlakozni, meg természetesen szeretnénk is. És bár van egy kötelezettségünk, hogy év végéig kell őket foglalkoztatnunk, hát a célunk az az, hogy mindkét munkavállalóval
beleértve azokkal is, akiket már az elmúlt években alkalmaztunk, hosszú távú partnerséget kössünk, hiszen fontos, hogy találjuk meg azokat a helyeket, mint például az adóosztály, ahogy az iménti bejátszásban is lehetett látni, vagy a térfigyelő kameráknak a figyelése, vagy szűken vett városházán, a városi irányításnál, ahol megváltozott munkaképességűek, mozgásfogyatékkal élők, vagy baleset következtében olyan betegségekben szenvedők, akik egyébként a hétköznapi munkavégzésre alkalmasak, hogy munkát találjanak. Fontos, hogy egyébként ezen munkavállalókkal szemben minden ugyanúgy, minden elvárás ugyanúgy megfogalmazódik, ami elvárás a többiek irányában is van, azzal a különbséggel, hogy természetesen, hogyha plusz valamilyen eszközre van szükség, gondolok itt speciális székre, speciális asztalra, vagy valamilyen speciális készülékre, akkor azt beszerezzük. Fontos, hogy minél többen dolgozzanak, akár az önkormányzatnál, akár a város többi részén olyanok, akiknek egy baleset egy kicsit megnehezíti, a baleset vagy betegség megnehezíti a munkába állást. A program december végéig tart, ez azt jelenti, hogy a munkalehetőség is az érintetteknek december végéig tart? Nem, a továbbiakban is kívánjuk őket majd foglalkoztatni, és a lehetőségeinkhez híven, vagy lehetőségekhez képest, ígéretünkhöz híven a jövőben is, minden programtól függetlenül, ahol azt látjuk, hogy tudunk lehetőséget biztosítani egy adott feladat elvégzésére megváltozott munkaképességűeknek, akkor azt meg fogjuk tenni. Ez nem csak kötelezettségünk, hanem ezzel is szeretnénk fölhívni a figyelmet a cégek irányába, hogy van egy törvényi kötelezettség minden munkaadónak, csak valahogy a munkaadók egy része inkább kifizeti az ezzel járó büntetést, mert úgy gondolja, hogy macera azokat a munka lehetőségeket, illetve feltételeket biztosítani, mi pedig úgy gondoljuk, hogy igenis ne a büntetés kifizetése legyen az első számú szempont, hanem hogy ezen embereknek munkát és lehetőséget biztosítsunk. Mi, mint önkormányzat, mint városháza pedig jó példával kívánunk elől járni, és örülök annak, hogy ennek a példának ennek van ereje, és egyre több helyről kapjuk az meghívást, kapjuk az információt, és kapjuk a kérdéseket, hogy igenis cégek szívesen foglalkoztatnának megváltozott munkaképességű embereket. Köszönöm, Csizé Péter, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönöm szépen a lehetőséget. Az idén 95 éves PVSK a 2011-es társasági adókedvezmény módosításnak köszönhetően elnyerte egy nagyméretű műfüves labdarúgó pálya építésének lehetőségét. Az álom valóra vált, elkészült a kiváló minőségű pálya, ami felváltja a legendás fekete salakot. Az ünnepélyes átadót kedd délután tartották. Ez a pálya mindenképpen annyiban lesz élményszerű a fiatalok számára, hogy egy korszerű világítással ellátott, a vizet elvezető pályán tudnak futballozni. Páva Zsolt polgármester köszöntötte az avatón megjelenteket. A most elkészült nagyméretű futballpályával évtizedes gond oldódik meg a PVSK-nál. A sok csapat miatt ugyanis már pályát kellett bérelnie az egyesületnek. Az avatóra az MLS-t képviselő Dunai Antal hazajött. Az olimpiai bajnok labdarúgót sok emlék köti a PVSK-hoz. Itt kezdtem el a M4-es pályafutásomat 18 évesen, és nem beszélve, hogy ugye Győrrel lejátszottunk itt, és hát kevés közönség volt, csak 15 ezeren voltak akkor a mérkőzésen, és az én gólommal 1-0-ra tudtunk megverni, hát azt sose fogom elfelejteni, és nagyon szerettek itt a mai napig is, ugye hasonló korak, vagy akik a szülőkkel kint voltak, fiatal emberek ugyan, de hát 12-13 évesen itt voltak, és azok még úgy, ahogy emlékeznek ránk. A műfüves pálya megépítése bruttó 100 millió forintba került. A 30%-os önrészben a PVSK-t, a pécsi önkormányzat és szponzorok is segítették. Három évvel ezelőtt nyílt először pályázati lehetőség
nagyméretű műfüves pálya építésére. Hát régi álma valósult meg ezzel a PVSK-nak, amikor kiderült 3 évvel ezelőtt, hogy sikeres a pályázat. Azonban az anyagiak biztosítása is rögös utat jelentett. 3 év kellett ahhoz, hogy a szükséges pénzt össze tudjuk gyűjteni, és így indulhatott el idén július 17-én az első kapavágással az építkezés, aminek most a végére értünk. A hivatalos megnyitó és a szalagátvágás után a gyerekek nagy örömmel vették birtokba az új műfüves pályát. Naponta több tucat rossz, nem ehető és mérgező gombát találnak a gombaszak ellenőrök. Legutóbb is 30 gyilkos galócát szúrtak ki a többi gombak között, nyilatkozta a Pécs Holding ZRT gombaszak ellenőre a Pécsmának. Leginkább a bocskoros és galléros gombák a veszélyesek, hiszen hasonlítanak a gyilkos és a szintén mérgező párduc galócához. A vargánya félék szezonja a hidegebb időjárás beköszöntével lassan véget ér. A piruló galóca és az őszi gombák szezonja is elkezdődik, ami november végéig az igazi hideg eljöveteléig tart. Az ingyenes lakossági gombavizsgálat során a Pécs Holding ZRT szakemberei a hozzájuk került, az erdőkben szedett összes gombát megvizsgálják, ám sokan nem a vásárcsarnok erre a célra kialakított területén, hanem Pécs közterein, parkolókban vásárolnak ellenőrök által nem bevizsgált gombát. Nem hozott meglepetést a férfi vízilabda Magyar Kupa első selejtező köre, amelyből az esélyesek jutottak a legjobb 8 közé. Hétvégén 4 városban, köztük Pécset rendeztek mérkőzéseket. A szombati napon 2 vereséggel kezdte a Magyar Kupa nyitókörét a PVSK Mecsek Fűszért vízilabda csapata. A vezetőedző csalódott volt a mutatott játék miatt. Szerinte sem a Vasas, sem pedig a Szeged nem fényévekkel jobb a PVSK-nál. Én nem vagyok elégedett, és főleg a második, a Vasas mérkőzésen, ott pedig már azért sem vagyok elégedett, nem csak az eredmény miatt, hanem láttam egy-két embernél, hogy feladta a mérkőzést, ami azt gondolom, hogy egyáltalán nem, semmilyen szinten nem megengedhető, úgyhogy ezért volt is egy kis fejmosás a csapatnak. Én nagyon bízom benne, hogy ez az első és az utolsó ilyen eset volt. A vasárnapi ellenfél az az Ibl Water Polo Klub volt, akiknél a tavalyi csapat szinte teljesen kicserélődött. Idén fiatalos, pörgős vízilabdát játszanak a fiúk. A Vasas és a Szeged ellen nem voltak vérmes reményeink, de azt gondolom, hogy a Vasas ellen abszolút tisztességgel helytáltunk. A Szeged az egy jóval erősebb csapat volt, úgy érezzük, de ott se voltunk szégyent. A Pécs ellen pedig, hát fizikailag ők erősebbek, mint mi, de azt gondolom, hogy a védekezésünket rendbe tudtuk tenni, és működni fog. Támadásban valószínűleg lesznek nehézségeink, de megpróbálunk felülni a feladathoz, és eredményes támadójátékot is produkálni. Mindenképpen szoros eredményt várok. A PVSK már a találkozó elején megszerezte a vezetést, és a meccs végéig csak növelte előnyét. A pécsiek 17-6 arányban győzték le az Ibl Water Polo gárdáját. A Szeged volt a legmagabiztosabb a pécsi selejtezőn. A házigazda és a másodosztályú Ibl mellett a Vasas ellen is sima győzelmet aratott. Így csoportelsőként jutott a Magyar Kupa legjobb 8 csapata közé. A BVSC, a Honvéd, a Vasas, az Eger, az OSC, a Szolnok és az FTC mellé. A hospice a súlyos betegségük végstádiumában lévő elsősorban daganatos betegek humánus összetett ellátását jelenti, multidisziplinális csoport segítségével. Az ellátás célja a betegek életminőségének javítása, testi és lelki szenvedéseik enyhítése, fizikai és szellemi aktivitásuk támogatása, valamint a hozzátartozók segítése a betegség és a gyász terheinek viselésében. Ezt vállalta fel 10 évvel ezelőtt a Pécs Baranyai Hospice Alapítvány. Az évforduló alkalmából pedig a Pécsi Tudományegyetem általános orvostudományi kar családorvostani intézetének támogatásával valósul meg október 11-én a Hospice Világnapja alkalmából egy jótékonysági koncert is az egyetem Szigeti úti aulájában. Az esten hazánk első hospice dala is elhangzik. Kedden este pedig Csak hull a könnyem címmel amerikai hospice szakemberek által írt könyvet is bemutatnak a Művészetek és Irodalomházában. Híradónk végén főbb témáink még egyszer egy-egy mondatban.
átadták a megújult nyugati városrészi óvoda Mezőszél utcai központját. Uniós projekt keretében történt a felújítás. Nyertes pályázat, TAU pénz és sok munka, elkészült a PVSK műfüves pályája. Kiesett a PVSK Mecsekfűszért, a Szeged és a Vasasa tovább jutó a vízilabda magyar kupában. Önök a Pécs TV híradóját látták, kollégám nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!